Madé falva hagymájáról is híres volt. László Lotti visszaemlékezése szerint már az 1900-as évek elején szekérrel fuvarozták a hagymát a brassói piacra. Két éjszakát és egy napot tartott az útmenet, egy napot árultak, s indultak haza. Ősszel 3-4 asszony szekérrel hozott kévékbe kötött nádat az olt mellől, erre fonták rá a megszárított hagymát. Kettesével fonták koszorúba az egyforma méretű hagymákat. A koszorúba egy tucat hagyma került. Az aprókból 25-30 darabot fontak egy koszorúba, ezt berbécs faroknak nevezték. Általában nem eladásra készült, hanem házilag használták el. A hagyma termesztése, koszorúba kötése, eladása tipikusan asszony munka volt. A 70-es évekig a hagymát szerdánként a csíkszeredai piacon a madéfalvi asszonyok árulták. Hagymát! Vegyenek! Madéfalvi piros hagymát! A hagymafesztivál megszervezésének ötlete, a madéfalvi hagyma hírnevének visszaállításának gondolata tavaly pattant ki a helyiek fejéből, és meg is szervezték az első fesztivált. A tavalyi siker láttán idén 3 naposra bővítették a rendezvényt, több kulturális előadást is beleszűve a programokba. Az egészen brassóik szekerekről hagymát kiabáló árulás felelevenítésére szombat reggel hagymával és zöldségekkel megrakott szekerekkel vonulnak végig a falun a helyiek. A szekereken székelyruhába öltözött lányok, asszonyok árulják a hagymát, énekekkel emelve az ünnep hangulatát. Annak a babája vagyok, aki nékem minden este páros csókot adok. Míg a kekére cece, ha megérik fekete, én utána barna kislány legyen. Annak a babája vagyok, aki nékem minden este páros csókot adok. Míg a kekére cece, ha megérik fekete, én utána barna kislány legyen. A hagymaszüreti felvonulás alatt a székelyruhás helyiek a madéfalvi veszedelem emlékére felállított emlékműhöz is ellátogattak, hogy a székely népirtásra emlékezve elénekeljék himnuszunkat. A felvonulás végén a szekerek a madéfalvi kultúrotthon előtt pihentek meg. Itt mindenki megcsillogtathatta a zenei tudását. Egy középkorú pár például nyenyerén játszott kérésünkre néhány népdalt.
A fesztivál keretén belül versenyt hirdettek a szervezők. A legnagyobb fejhagymát és a leghosszabb hagymafonatot készítő gazdát díjazták. A nyertes asszony büszkén pakolta ki a kosárból a több méteres fonatot. Mit szólsz, Józsiko? Én azt mondom, hogy dolgozott, de majd kellett kapalni, azt a mindenkit. Várja, kapalat, még egyszer ütás, de? Ütát nincs. Ha nincs első locsójod, de az idén nem kellett. A vasárnapi templomban tartott hagyományos szentmise után ez alkalommal a hagymák alatt roskadozó standok mellett a tiszteletes megáldotta a madéfalviak termékeit. Immáron második évben gyűlünk össze a második hagymafesztiválra. A fesztivál célja, hogy visszaállítani egy régi népszokást és egyben megélhetőséget is a hagymatermesztés. A 90-es évek után ez a hagyomány eléggé kiszáradt, úgymond a madéfalva életéből, és
ennek szeretnénk ezzel a rendezvénnyel egy segítséget nyújtani, és ezzel motiválni az embereket, hogy érdemes a földet megművelni, itthon kell maradni, érdemes a hagyományainkat ápolni, azt, amit őseinktől kaptunk. Áld meg az új kenyeret és minden terményünket, beleértve a hagymát is, hogy általuk szívünk is megújuljon, és buzgó életünkben kedvét teljék. Áld meg az egész keresztény népet pásztoraival együtt, hogy életünk örökké megmaradandó gyümölcsöt teremjen. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eredele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg kenyerünket, terményeinket, mint ahogyan megáldottad és megszaporítottad az öt árpa kenyeret a pusztában. Áld meg minden terményünket, hagymánkat, hogy azokat használva jóságodra hálás szívvel gondoljunk. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, s az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most körbejárt. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Csiki testvéreim. Mert így kell mondjam, hiszen mi egy nép vagyunk, együtt harcoltunk egész életbe, és örökké azt mondtam, hogy elmegyünk 1000 kilométereket, és amikor itt vagyunk egymás közelségébe, akkor nem is tudunk egyik a másik. Pedig Madéfalván, itt bizony sok háromszékinek és Csikinak elfolyt a vére népünk szabadságáért. Úgyhogy kedves testvéreim, tisztelt polgármester úr, drága atya, örvendek, hogy itt lehetünk hitbe, szeretetbe. Közösen ünnepeljük ennek a falunak az ünnepét. Én örvendek, polgármester úr, hogy elkezdtetek egy ilyen kezdeményezést, csodálatos és követésre méltó. A szedmise után kezdődhetett a vásártéri mulatozás. A zabulai és helyi gyerekek néptánc előadásokkal szórakoztatták az egybegyűlteket.
helyi termelők neki gyűrkőztek a hagyományos ételek készítésének. Néhány perc előkészület után már minden stand előtt rogyogtak az így csiklandozó illatú hagymatokányok. Az idei főzőverseny különlegessége az örmény recept alapján készült töltött hagyma volt. A kreatív szakács különböző húsokat használt fel töltelékeknek. A töltött hagyma titka, hogy szép, kerek hagymából kell készíteni, és víz helyett borban forralni fel. Aki megéhezett, megkóstolhatta a főzőcsapatok által készített hagymás és egyéb helyi jellegzetes ételeket. Az idő nagyon rossz volt az idén, rengeteg eső volt. 400 kilót termeltem, 160-at piros hagymát, 240-at fehér hagyma. Nagyon sokat dolgoztunk reggeltől estig, no, hát nem minden nap, de folyamatosan hagymával kellett dolgozni. És hogy megy ma? Jól megy, jól. Hát már jutottam, körülbelül olyan 100 kilót eladtam. 100 kilót eladtam. A vasárnapi termékvásáron kizárólag Madéfalván megtermelt zöldségeket, tejtermékeket, házi kenyeret, mézet, erdei gyümölcsökből készült lekvárokat és még sok más helyi terméket vásárolhattak az érdeklődők. Szerintem az elvárásainkon felülmúlt, főleg a mai rendezvény. Az elmúlt két nap is mindenképp sikeres volt, de valójában a mai napon a lényeg az, hogy a helyi termelők a hagymával a közönség elé kívülhessenek, bemutathassák azt, hogy milyen a madéfalvi hagyma úgy ízekben, mint vásárlásra bocsássák. Tehát az időjárási viszonyok az idén olyanok voltak, hogy nem nagyon kedveztek a hagymatermesztésnek, viszont ettől függetlenül az idén több hagyma van itt a vásáron, mint a tavaly. Tehát valójában azt jelenti, hogy a tavaly első ízben megrendezett rendezvényünk az motivált az embereket erre a foglalkozásra. Tervek jövőre? Hát igen, tehát az első lépés, hogy az idei rendezvényünket kiértékeljük, megnézzük az erősségeit, a hiányosságait. Hát mindenképp jövőben is megszervezzük, és még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani, úgymond erre a mai napra, a termesztésre és az eladásra. Tehát valójában vissza kellene ezt a hagyományt hozzuk a faluba, hogy érdemes hagymatermesztéssel foglalkozni, és van lehetőség az eladásra. Tehát ez jó volna pár év alatt kialakulna az, hogy igenis minden ősszel, első vagy második hétvégén, szeptember első vagy második hétvégén megvan szervezve ez, és megéri a városból kijönni, itt vásárolni direkt a termelőtől, akárhogy már, akár más mezőgazdasági terméket. Madéfalviak elégedettek a nagyszámú részvevőkkel. Meglepődtünk, mert ahhoz, hogy többsége itt a résztvevőknek csíki ember, nagy az érdeklődés, és vannak visszajelzések, hogyha hozzafogunk történetesen a nagyobb mennyiségű termeléshez, annak értékesítéshez, akkor lesz kereslet, van kereslet ez a termék iránt. Például az erdei gombákra, tehát mikor várhatjuk, mikor éhessük azt meg, hogy egy tisztességes csíki gomba beérjen az étterembe, a menübe? Igen, hát ez ugye pillanatnyilag ott tartunk, hogy nagyon időjárás függő ez a gomba, mert nem termesztjük, hanem a természetben szabadon terem, és amint ismeretes, a nyáron nagyon sok esős idő volt, nehezebben jutottunk hozzá, a másik pedig az, hogy meg kell szervezzük a betakarítását, mert ismeretes dolog az, hogy meglepik az idegenek a területeinket, és hogyha nem vagyunk elég figyelmesek, akkor el is viszik, nem csak meglepik, leszedik, elviszik. Ezért a jövőben terveink között szerepel, hogy egy kicsit figyeljünk oda, és lehetőleg helyi ember szedje le, értékesítse, és úgy tovább, hogy a csiki hozzájusson a termékhez. A szervezők elégedetten néztek körbe a zsúfolásig megtelt vásáron, és terveik alapján jövőre ismét megszervezik a már hagyománnyá vált Madéfalvi Hagymafesztivált.